Elismerte tegnap a belügyminisztérium, hogy megfigyelték Izsák Balást. A Székely Nemzeti Tanács elnökét szeptember 19-én követte egy rendőrautó és két másik jármű, amikor a Magfalvi Székely Szekérúton végighaladva a polgármestereket kerestek meg és tanácskoztak. Elismerte a belügyminisztérium és a román rendőrség, hogy szeptember 19-én követték és megfigyelték Izsák Balást. A Székely Nemzeti Tanács elnöke felidézve azt a napot elmondta, a rendőrautó feltűnően arra fordult be, amerre ők, Magfalva és Régy közötti útjuk során polgármesterekkel tanácskoztak, a hatósági jármű pedig közben mindenhol megállt velük együtt. Izsák Balázs az esetet követően levélben fordult indoklásért a belügyminiszterhez. Ők elismerték, hogy tényleg követtek, egy semmitmondó szöveget írtak magyarázatként, hogy a negatív események megelőzése és a közrend fenntartása volt a céljuk. Mi a közrendet nem veszélyeztettük, semmilyen negatív eseményt nem tudtak volna példaként felhozni, amelyre mi okot adtunk volna, tehát ez nem volt indokolt. Hozzáfűzte, meg akarták félemlíteni, de ez nem sikerült. Az ügyben jogászokkal fognak konzultálni, de nem gondolja, hogy Romániában lehetne jogi lépésekhez folyamodni. A Vasziliár Mású országos rendőrparancsnok által jegyzett válaszlevélben leszögezték, a Székely Nemzeti Tanács elnökét követő másik két jármű nem a román rendőrség tulajdona, azt azonban nem állítják, hogy a civil autók nem egy másik román hatóság élettek volna.